Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, a képen pedig az Alcatel OneTouch Idol X-et, illetve a Samsung Galaxy S4-et látjátok, ami két 5-szoros Full HD kijelzős készülék, ezt hasonlítjuk most össze egy gyors videóban. Ahogy látható, magasságra az Idol X egy minimálisan magasabb, azonban, hogyha a szélességet nézzük, akkor egy keretnyivel a Idol X nyer, ami főleg azért is fontos, mert a szélesség miatt jobban kézre áll egy fokkal az Alcatel, mint a Galaxy S4. Mind a kettő full fényerőn van, ami azért érdekes, mert egy picit talán világosabbnak is tűnik az Alcatel kijelzője, ami IPS paneles, még a Galaxy S4-ben ugyebár Super AMOLED panel található. Ha megnézzük, a kijelző alatt mind a két gyártónak megtartóak a gombjai, tehát egyik se használ a képernyőre illesztett szoftveres gombokat, azonban az Alcatel maradt végig az érintő gomboknál. Felül kamerát kapunk, hangszórót, fényérzékelőt, távolságérzékelőt, és amit látunk, hogy talán még egy minimálisan keskenyebb is a kijelző oldalán lévő keret az Idol X-en, mint magán a Galaxy S4-en. Oldalról, hogyha megnézzük a telefon, igazából mind a kettő meglehetősen vékony, talán még itt is elmondható az, hogy egy minimálisan érzetre vékonyabbnak tűnik az Alcatel. Hátul pedig teljesen más a két telefon, hiszen amíg fényes hátlapot kapott a Galaxy S4, addig egy teljesen matt, színes hátlap került az Idol X-ra, amit le sem tudunk szedni, ez úgy van összerakva. Ez egyébként a piros, de van ebből fekete, illetve sárga is többek közt. Mind a két készülék 13 megapixeles kamerát kapott, vakuval, illetve külön mikrofonnal. Kezdjük is rögtön gyorsan egy kicsit az összehasonlítását a kamerának. Lövünk mind a két készülékkel egy-egy fotót. Igazából itt, hogyha megnézzük a két képet, talán egy picit élethűbbek a színek az Idol X-en. Ennyi a max, amire tudunk nagyítani, így sajnos nem látunk több részletet belőle. De igazából ezen a szinten azt mondom, hogy hasonló minőségű kamerával rendelkezik az Alcatel telefonja, mint az Idol X. Itt található a menü, ami érdekesség, hogy nincs külön menügombja az Idol X-nek. Akár is nézünk, két opció van belemenni a menübe, vagy itt a menügombot megnyomva kiváltjuk a menüt, vagy egyszerűen csak felhúzzuk, és már itt is van. Ez volt tehát az Alcatel OneTouch Idol X, illetve a Samsung Galaxy S4 okostelefon gyors összehasonlító videója. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a Tech2.hu-n. Sziasztok!